Felmentette a bíróság Molnár Gyulát, a volt 11. kerületi szocialista polgármestert bizonyítottság hiányában, így mondják ezt, jogerősen. Ahogyan volt helyettesét Lakos Imrét is. A vád szerint annak idején a hatalmukkal visszaélve áron alul, pályáztatás nélkül játszottak át egy értékes területet Leistinger Tamás egyik vállalkozásának. A felmentő ítélettel viszont az is eldőlt, hogy Molnár ősszel indulhat a polgármesterségért. Vidos Mihály tudósítása. Örülök, hogy itt vannak, köszönöm. Győz az igazság. A két vádlott optimistán, sztárügyvédei kicsit feszültebben várják a kúria harmadfokú tárgyalását az állítólagos 11. kerületi telekmutyi ügyében. Ez az ítélet tényállása több okból megalapozatlan. Molnár Gyula ügyvédje Bánáti János kezdi. Szerinte a fővárosi ítélőtábla nem tehette volna meg, hogy a vádkérésénél is súlyosabb ítéletet szabjon ki. Márpedig másodfokon ebben az ügyben ez történt. Én azt várom, hogy a tisztelt kúria a büntetőeljárási szabályok alapvető megsértéséből bekövetkezett törvénysértő helyzetet meggyógyítja és helyreállítja a bizalmat a büntető igazságszolgáltatásba és a büntetőeljárásba. A vádlottak védői szerint Molnár korábbi kabinetfőnökének a 7-es számmal jelzett koronatanúnak a szavai hiteltelenek, mivel más ügyben már jogerősen hamis tanúzáson érték. A 7-es számú tanú nem csak hogy félrevitte ezt az ügyet, vagy a bíróság félrevitte a 7-es számú tanúval ezt az ügyet, hanem a büntető jog és leginkább a büntető eljárás szabályát is értette meg által. A 7-es számú tanú ugyanis nem a ügyészségnek, nem a vádhatóságnak a találmánya, hanem azt gondolom, hogy bátran kijelenthető, hogy ez a másodfokú bíróságét... Az ügyész azonban nem enyhítene Molnár és Lakos büntetésén, a sokat támadott tanú pedig szerinte végig részt vett az eljárásban, nem koncepciós célokat szolgált. Álláspontom szerint a másodfokú bíróság ítélete megalapozott, és az általam megállapított tényállás a harmadfokú eljárásban is irányadó. Ez az a 11. kerületi telek, amelyről a büntetőper szól. Molnárék a mögötte lévő kopaszigáttal együtt egyben akarták értékesíteni és fejleszteni, ezért versenyeztetés nélkül adták el a területet Leistinger Tamás egyik cégének még 2006-ban. Az ügyészség szerint ezzel kárt okoztak Újbudának, a védelem szerint még hasznot is hoztak vele a kerületnek. A kúria már kora délutánra meghozza a jogerős ítéletét az ügyben. A kúria a fővárosi ítélőtábla ítéletét megváltoztatja, Molnár Gyula elsőrendű és Lakos Imre másodrendű vádlottakat a társtettesként, Halászló harmadrendű vádlottat a bűnsegédként elkövetett hivatali visszaélés büntetének vádja alól felmenti. A kúria tanácsa alaposan kiosztja a fővárosi ítélőtáblát a másodfokú ítéletért, amely szerinte rendszertelen, szabálytalan és hibás volt. Ráadásul azt sem bizonyította be az ügyészség, hogy a kerületi vezetők megtévesztették volna az önkormányzatot a teleküzlet során. A vádlottak érthetően megkönnyebbülnek az ítélet hatására. Nagyon sok ember dolgozott azon, hogy minket emberileg, szakmailag, egzisztenciálisan tönkre tegyen. Hál' Istennek ez nem sikerült. Viszont ma egy kicsi szépség tapaszt van ezen a történeten, az, hogy kiderült, hogy végül is van normális igazságszolgáltatás még Magyarországon. Ez jó hír lehet mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint mi. Molnár Gyula a könnyeivel is küzdik a döntés után. Ez az ügy lezárult. Kiderült az, hogy ez egy politikai lufi volt. Kiderült az, amit szerintem nagyon-nagyon világosan elmondott most a kúriában a vezetőbíró, hogy jogsértő volt a másodfokú ítélet, a kerületet nem érte kár, ebben az időszakban mindenki tette a dolgát, jogszerű lépéseket tettünk. Molnár nem akar kártérítést az alaptalannak bizonyult vádak miatt, de ősszel elindul Újbuda polgármesteri székéért, reményei szerint a baloldali ellenzék teljes támogatásával. Vidos Mihály, Hír 24.